Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, az itt látható ezen a képen. Az anyuka, a gyermekkel, ez lehet a családja, vagy az ő anyukája, és itt megvannak a gyermekkori emlékek. Azt is jelentheti, hogy ő szeretne egy gyermeket tőled. A képnek viszont van egy szimbolikus jelentése is, és utal egy új kezdetre. Az anyuka itt gondoskodik mindenről, tehát rendezi a dolgokat, és szeretne veled egy új kezdetet. A második kérdés az lenne, hogy mik az ő érzelmei, hogy érez irántad. Itt ő a király, és ez az ő színdarabja. Itt vannak mások, akik figyelnek rá, megkapja az elismerést, de ez csak egy színdarab. Tehát itt játszik egy szerepet, és van nála ez a kosztüm. Tehát nem mutatja ki nyíltan azt, hogy mit érez irántad, hanem itt, ebben a szerepben van, és úgy alakítja a dolgokat, hogy ő álljon a középpontban, hiszen ő a király, és neki kell ez az elismerés. De ebből keveset kapsz. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, és hogy viszonyulj erre. Itt látható ez a király, és játssza a főszerepet. Itt szintén ez a király van, de lebukott, elesett, és te tükrözöl számára itt valamit. És amit te közölsz vele, ami itt tükröződik, hogy te felhívod a figyelmét arra, hogy ebben a szerepben nem ő volt a király, hanem ő volt az udvari bolond. Tehát mások kinevetik őt, nem kapja meg az elismerést. Lehet, hogy úgy beszélnek vele, hogy ő azt gondolja, hogy ő áll a középpontban, és ő itt ez a király, de a háta mögött bohócnak látják őt. És mivel te átlátsz a dolgokon, és tudod azt, hogy itt ő egy szerepet játszik, és nem mutatja ki nyíltan azt, amit tervez, nem mutatja ki nyíltan az érzelmeit, és emiatt ő megbukik itt, és te közlöd vele, ez nem az a szerep, amit én szeretnék látni vagy hallani. És most megnézzük a napi energiát. Itt lesz egy új kezdet, ugyanúgy, ahogy ez a gyermek ezt szimbolizálja. Itt lesznek újdonságok, egy új irány, vagy lesz köztetek egy közeledés, egy új kezdet, de akkor az igazi szerepet kellene játszania. Tehát nyíltan kimutatni azt, amit gondol, amit tervez, és amit érez irántad. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!